Azok az emberek, akikben leginkább bíztam, akik meg kellett volna, hogy védjenek a bajtól, azok bántottak. Amikor Patricia 5 éves volt, beteges és ártalmas szertartásokkal bevezették egy titkos sátáni kultuszba. Családtagok rángattak el a ceremóniára. A pincében volt egy fából készült oltár. A padlóra vörös festékkel egy ötágú csillag volt festve. A családtagok és szektatagok álltak az oltár körül, körbevették azt. Valami érthetetlen nyelven kántáltak. Emlékszem, ahogy leszíjaztak és szertartásokat végeztek rajtam. Patricia-t megerőszakolták és a sátánnak ajánlották, de a borzalomnak még nem volt vége. Egész gyerekkorában folytatódtak a sátáni rítusok és állatáldozatok. Vért itattak és szemeket etettek velünk. Ha nem akartuk, akkor addig kínoztak, amíg megtettük. A szemek arra szolgáltak, hogy beleláthassunk a szellemvilágba. Patricia számára nem volt menedék, hogy feldolgozza a bántalmazást, elnyomta emlékeit. Az éjszakai gyötrés és az álmok folyamatosak voltak. Az agyam megpróbálta kiszűrni, feldolgozni, de ez rémálom volt. Tökéletes rémálom. Úgy éreztem, hogy folyamatosan egy horrorfilmben élek. Így tudnám leírni. Egy halloweeni horrorfilmben. 13 évesen elszökött otthonról, de a sötétség, amiben felnőtt, követte őt. 10 és 20 évesen tarotkártyából jósolt és szellemekkel beszélt, miközben folyamatos félelemben élt. Képes voltam démonokat, szellemeket látni. Mikor idősebb lettem, akkor is folytattam. Voltak szellemi vezetőim, hatalmat akartam. Hatalmat akartam venni az életem felett, mert gyerekként erre nem volt módom. Ha gyógyulást akartam szerezni a sötét erőktől, első gondolatom az öngyilkosság volt, amit sokszor meg is kíséreltem. Akár felvágtam az ereimet, vagy túladagoltam a gyógyszert, mindig kórházban vagy pszichiátrián kötöttem ki. Szabadságra vágyott, de nem tudta, kihez forduljon. Szerettem volna békét és boldogságot, de nem tudtam, hogyan szerezhetném meg, mert féltem Istentől. Utáltam Istent. Nem akartam tőle semmit. Kerestem a békét és a biztonságot, vágytam rá, hogy szeressenek. Kétségbeesésében egy keresztény barátjával Patricia elment egy gyülekezetbe. A dalok közben először érezte meg Jézus szeretetét, de aztán valami mást is megérzett. Mindenki dicsérte az Urat. Én is azt akartam csinálni, amit mindenki. Azt akartam érezni, amit ők. Kellett a szabadság. Tehát felemeltem a kezemet, de egy sötét jelenlét jött mögém, és szó szerint megrántotta a vállamat. Nem mozdultam, és azt mondtam, nem, nem megyek, itt maradok. És egyre csak mondogattam, Jézus, Jézus, Jézus. Aztán kezdett a sötétség egyre inkább eltávolodni rólam. Átadta életét Jézusnak, és elkezdődött egy hosszú utazás a szabadság és kiteljesedés felé. Arcra borultam és könyörögtem. Szeretném, ha cselekednél az életemben, és megszabadítanál ezektől az erősségektől. Békét szeretnék. Amikor felemelkedtem a földről, éreztem, hogy az Úr ott van velem. Olvasni kezdtem az igét. A nőről, Jákob kutyánál, a ruháját megérintő nőről. Én is olyan voltam, mint ők. A megkövezésre ítélt nőről. Mindegyikőjük én voltam, akinek rá volt szüksége. Szükségem volt Istenre, hogy meggyőzzön, hogy bízhatok benne, és ő meg is tette. Intenzív pásztorlás és imaszolgálatok segítségével Patricia végül is megtalálta Krisztusban a szabadságot és a békét. Örömmel telnek a napjaim, és sosem felejtem el megköszönni neki azt, amit elvégzett az életemben.
nem felejtek el hálát adni. Annyival örömtelibb az életem. Később ugyan, de visszaadta nekem azokat az éveket, amiket az ördög ellopott tőlem. Képes volt elfogadni engem, akit annyira körbevett, elnyomott a sötétség, és ki tudott szabadítani, hogy új életet adjon. Ha befogadott engem, aki olyan mélyen voltam az okkultizmusban, aki a gonosz csapdájában voltam, és ki tudott húzni a gödörből, a pokol bugyrából a fényre, akkor ezt bárkivel képes megtenni. Bárkivel. Mindegy, milyen mélyen van az okkultizmusban, ő ki tudja húzni. Csak néhány szóba kerül. Jézus, segíts! És ő ott lesz, és kiragadja.